Estimados señoras y señores, bienvenidos a todos en esta noche tan especial cuando rendimos homenaje al gran futbolista húngaro, a László Kubala. En ocasión del 90 aniversario de su nacimiento y del 15º... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntjük Önöket Kubaláról szóló rendezvényünket. Születésének 90. évfordulója és halálának 15. évfordulója alkalmából. Először átadom a szót Győri Enikő magyar nagykövetasszonynak, aki néhány szóval köszönti meg Önöket. Köszönöm szépen, Kinga. Tisztelt Juan Luis Larrea, a Spanyol Királyi Labdarúgó Szövetség elnöke, elnök urakok, tisztelt elnök asszony a Caixa Fórumtól, elnök urak, labdarúgó klubok és föderációk képviselői, hatóságok, Vicente úr, kedves Imma, Mari Carmen, kedves Antal, kedves Kubala László, Kubala és a Davcsik család tagjai, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Egy olyan országot képviselni Spanyolországban, amely két futballlegendát adott a világnak, Puskást és Kubalát, egyiket a Kubalának, egyiket a Real Madridnak, másikat a Barszának, egyszerre nagy megtiszteltetés és nagy kihívás. Nem kell megmagyarázni, miért megtiszteltetés, de vajon miben áll a kihívás? Hát abban, hogy pártatlan próbáljak maradni a két klub tekintetében, és egyensúlyban tartani ezt a két fantasztikus klub közötti történelmi rivalizálást. Amikor elmondtam a barátaimnak, hogy ezekben a zavaros időkben Madridban fogjuk megrendezni a Barca 20. századi legjobb játékosának választott Kubaláról szóló rendezvényt, mindannyian úgy néztek rám, mintha megőrültem volna. Én azonban hiszem, hogy maga Kubala figurája szolgál a rendezvény fő apropójául. Születésének 90. évfordulóján nem csak a nagy magyar labdarúgóra emlékezünk, aki híresebb lett Spanyolországban, mint saját hazájában, hanem egy nagy emberre is, aki önzetlenségéről és emberségéről volt híres. Egy olyan integráló személyiségre, aki Spanyolországban, Spanyolország minden szegletében népszerűségnek örvendett. Ma még inkább fontos, hogy olyan személyeket idézzünk meg, mint ő volt, akik bármely rivalizáláson felül tudtak kerekedni, hiszen személyisége pont ezt sugározta korának. Kubala élete kalandokkal teli volt. Átélte a 20. századi kelet-európai forrongásokat, gyerekkorától minden nap futballozott, nem volt akkoriban focipálya, Puskással futballozott, aki nagyon közel lakott hozzá, és nagyon fiatalon elismert és csodált futballistává vált. Kubala azonban ahelyett, hogy a kommunista diktatúrában élt volna, a szabadságot választotta, ezért el kellett menekülnie az országból. A kommunisták bosszúból megfosztották a játék jogától. Az ő válasza azonban erre az volt, hogy csapatot szervezett a menekült táborban, Olaszországban. Végül Spanyolországban kötött ki, ahol bizonyságot adott tehetségéről, és a labdarúgás csillagává vált, akiről dalokat írtak, sőt, filmet is készítettek. A filmben, amelyet hamarosan megtekinthetünk, és most szeretném köszönteni a film rendezőjét, Kocsis Tibort, ugyanaz a vezetékneve, mint Kocsisnak a Barszából, de nem ugyanabból a családból származik. Láthatjuk majd, mennyi újdonságot hozott Kubala a spanyol futballba, és mennyire csodálták őt. Azonban azt is megfigyelhetjük, hogy talán mind amiatt, amit át kellett élnie, és természetesen született embersége miatt is, a futballpályán kívül is nagyon nagy ember volt. Szívesen segített azoknak, akik rászorultak, több játékos, mint Cibor és Kocsis,
neki köszönhetően jutottak el Spanyolországba, és háza mindig nyitva állt mindenki előtt. Kubala, bár mindig is hiányzott neki a hazája, nagyon szerette Spanyolországot, és integráló személyiségének köszönhetően spanyol szövetségi kapitánnyá vált, amely tisztséget 11 évig töltött be. Azt hiszem, Vicente úr az egyetlen, aki Kubalát meghaladta ebben a tisztségben, a meccsek számát illetően. Sőt, azt hiszem, hogy Vicente urat pont Kubala válogatta be annak idején a spanyol csapatba, úgyhogy ma este tanúi lehetünk, amint az egyik nagy kapitány emlékezik a másik nagy kapitányra. Itt van velünk Kubala életének más tanúi is, mint Mari Carmen Izquierda, aki a moderátorunk lesz, és Dunai Antal, aki kétszeres olimpiai bajnok Spanyolországban, és a Betis és a Murcia edzője is volt. Szeretném szintén megköszönni Imma Puigsnak a jelenlétét, pszichológus jelenlétét, aki itt lesz velünk, és megtudhatjuk tőle, hogy 50 évvel ezelőtt mások voltak-e ezek a nagy futballcsillagok, mint idén. Hogyan tudtak ezen felül kerekedni annak idején, és most hogyan teszik ezt. Nagyon-nagyon köszönöm szívből mind a négyüknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak velünk ma. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon hálás vagyok a Spanyol Királyi Labdarúgó Szövetségnek, hogy segítettek megszervezni ezt a rendezvényt. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt van a Kubala és a Daucsik család képviselete tagjai, és így emlékezhetünk Kubalának, aki még a mai napig közöttünk van. Köszönöm szépen Jaime Gautának is a jelenlétét. Szeretném megköszönni a Kajsa Fórumnak, minden támogatónknak, hogy lehetővé tették ennek a rendezvénynek a létrejöttét. Nem szeretném tovább szaporítani a sót, hölgyeim és uraim. Még egyszer szívből megköszönöm mindenkinek, hogy megtisztelik Kubala László emlékét a jelenlétükkel, és nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Gracias por sus palabras, embajadora. Köszönöm szépen a szavait, nagykövet asszony. Kérem Larrea, Juan Luis Larreát, hogy tartsa meg beszédét. Hola, buenas tardes a todos. Jó napot kívánok mindenkinek. Excelentísima señora Rico Uriori, embajadora de Hungría en España. Kedves nagykövet asszony, Győri enökő, kedves Dunai Antal úr, kedves Imma Puig, Vicente del Bosque, Mari Carmen Izquierdo, a futballbarátai, és természetesen ma kifejezetten a magyar labdarúgás barátai. Amikor futballról beszélünk, mindenki vágyakozva gondol vissza a régi időkre, és mindig az új, a legjobbakról szólunk végül, kik voltak a legjobbak, ki az, aki nem volt annyira jó, de mindig ugyanoda lyukadunk ki a Mana iskolához, a spanyol iskolához, a brazil, az angol vagy a holland iskolához, az olaszhoz. Tudjuk, hogy mindenkinek megvan az ízlése, és minden tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor mindenki egyetért két dologban, hogy az 50-es évek elején és egészen ezeknek az éveknek a végéig a magyar foci volt a legjobb. 1952-ben aranyérmesek voltak, 1954-ben is díjat nyertek, és a nevek között meg kell említenünk egy nagyon fontos személyt, Kubala Lászlót, számunkra is nagyon fontos volt. Senki nem vitatja ezt. A másik pedig, hogy hol is helyezhetjük el ezt a nagyon fontos személyt, mint László, Laci. Természetesen az adatok is őt igazolják. Tudjuk, hogy ez a mindig is a legjobb csatár volt a Barszában, még a nagy neveket is
megelőzte. Nem mondom el a számadatokat, amelyek a vörös-kék csapat legjobb adatai között vannak. Több mint 200 gólt rugott. 4 liga, 5 kupa, 1 latin kupa, 1 kis világkupa. Tehát nagyon-nagyon sok adat van. Nagyon sok adatot kiemelhetünk Kubala életében. Legendává vált a Barca követői között, hűsége, 12 éves pályafutása, mint edző, és a megtörhetetlen pályafutása. A nagy tisztelet, aminek Magyarországon is örvendett, de ugyanakkor azon kívül, hogy nagy futballista volt, nagyon-nagyon nagy ember is volt. A spanyol királyi labdarúgó szövetség is nagyon értékes embert nyert az ő személyével. Vele új idők kezdődtek, lehetővé tették, hogy beválogassák az európai Európa kupába a spanyol csapatot is. Szerelme a futball iránt, és általában a sport iránt, és az ő munkája egy nagyon odaadó ember munkáját dicsérték. Nagy önfeláldozással dolgozott a spanyol labdarúgó szövetség, tehát elmondom még egyszer, nagyon-nagyon szerencsés volt, hogy személyével számolhatott. Laci akár labdarúgóként, akár edzőként a legjobbak között említhető, és két nagyon fontos dolgot ért el. Az egyik az, hogy ő volt a legnagyobb, és hogy ezt senki sem vitatja. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és utoljára átadom a szót Szőlősi György úrnak, aki a magyar futball tradícióinak nagykövete. Buenas noches, señoras y señores. Magyarul fogok beszélni, engedjék meg nekem. Voy a hablar en húngaro, si me permiten. A világon majdnem mindenki szembesül egy olyan dilemmával, amelyre szinte mindenkinek választ kell adnia, kinek szurkol, kihez áll közelebb, melyik csapat áll közelebb a szívéhez, a Real Madrid vagy a Barcelona. En el mundo todo el mundo tiene que enfrentarse a un dilema tremendo. Tiene que decidir si es un aficionado del Real Madrid o del Barça. Nekünk magyaroknak ez egy nehéz kérdés, sokkal nehezebb, mint bárki másnak, mert nekünk igazi nemzeti hőseink gazdagították mind a két nagy spanyol, illetve katalán klub történetét. Para nosotros húngaros es todavía más difícil, porque tenemos dos leyendas, que uno jugó en el Real Madrid y el otro en el Barça. Én magam is Cibor Zoltánról írattam könyvet 20 évvel ezelőtt, és akkor Kubala Lászlóval is tárgyaltunk egy soha végül létre nem jövő könyvről, de Puskás Ferenc életét is nagyon nagy lelkesedéssel tanulmányoztam. Lo mismo he escrito un libro hace 20 años sobre la vida de Tibor Cibor. Estaba en negociaciones con László Kubala para hacer una biografía, al final no se llevó a cabo, e hice la biografía de Puskás. Újságíróként, életrajzíróként, ezért most néhány olyan párhuzamosságra, illetve azonosságra szeretném felhívni a figyelmüket, amelyek egészen különleges módon megegyeznek a két legenda, Puskás és Kubala életében. Como periodista quería llamar la atención sobre dos paralelismos increíbles entre los dos jugadores leyendas mundiales, Puskás y László Kubala.
Mind a ketten Budapesten születtek, ugyanabban a kerületben, mind a ketten 1927-ben, ugyanabban az esztendőben. Es increíble, pero los dos nacieron el mismo año, en 1927, en el mismo barrio de Budapest, en el octavo distrito. Mind a kettejük tehetségét már nagyon korán gyerekkorukban felismerték, ha más nem, ez a fotó bizonyítja, hogy már 14 évesen ismerték egymást. Itt a budapesti kölyök válogatottban szerepelnek együtt 1941-ben. Remélem, hogy fölismerik Kubalát a szőke hajáról, és Puskást arról, hogy itt is nála volt a labda. Testimonio de lo que estoy diciendo en este, es esta foto que se tomó en 1941 de un equipo de chavales y espero que reconozcan a los dos jugadores. El rubio es László Kubala y en el centro con la pelota es Puskás. Később mindketten szerepeltek a magyar és mindketten szerepeltek a spanyol válogatottban is. A magyarban együtt is játszottak néhányszor. Ambos jugaron en la selección húngara y luego en la selección española. Mindketten elhagyták a kommunista Magyarországot, Kubala László 1948-ban, Puskás 1956-ban. Ambos dejaron Hungría, Ladislao Kubala en el 48 y Puskás en el 56. 1953-ban Londonban, a Wembley stadionban mindketten játszottak egy olyan meccsen, amelyen az angol szövetség 90. születésnapját ünnepelték, néhány hét eltéréssel. Mind a ketten két gólt rúgtak az angoloknak. Kubala az Európa válogatott, Puskás a magyar válogatott színeiben. Increíble, pero con dos semanas de diferencia, ambos jugaron en el estadio de Wembley, donde se celebraba el 90 aniversario del club. Y ambos metieron dos goles, Kubala como de la selección europea y Puskás como de la selección húngara. Mindketten Spanyolországban telepedtek le, Spanyolország fogadta be mindkettőjüket, ezért külön köszönet, és mind a ketten itt futballoztak tovább nagyon magas szinten. Los dos han sido acogidos por España y los dos han llegado a la cima del fútbol en este país. Puskás játékosként, Kubala edzőként lett olimpiai bajnok. Puskás se convirtió en campeón olímpico como jugador y Kubala como entrenador. Mindkettőjüknek jutott egy tragikus, drámai 3-2-re elveszített döntő a Berni Vangdor stadionban. Ambos tenían una final dramática de 3-1 en el estadio de Berna. Mindketten szövetségi kapitányok lettek, Kubala Spanyolországban, Puskás Magyarországon. Los dos eran entrenadores nacionales, Kubala en España y Puskás en Hungría. Sokan nem tudják, de Kubala nem csak Cibornak és Kocsisnak és Kaszásnak és másoknak segített 1956 után, hanem bizony Puskásnak is, aki életében talán egyszer szorult anyagi segítségre, amikor még nem kapta meg a játékengedélyt, és Puskás feleségétől tudom, hogy Kubala volt az, aki a család segítségére sietett 1957-58-ban. Ambos ayudaron a otros jugadores. Kubala ayudó a Cibor y a otros puchos, e incluso a Puskás, cuando todavía no tenía la licencia para poder jugar en España, y lo sé de la esposa de la viuda de Puskás, que me contó que les ayudó considerablemente. Tudjuk, hogy a betegségük is hasonló volt. Incluso sus enfermedades al final de sus vidas era muy similar. De ma, tisztelt nagykövet asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt Kubala László, Javier Daucsik, Tóth Zele, Józsi bátyám, és minden tisztelt jelenlévő. Ma úgy emlékszünk mindkettejükre, mint a Real Madrid és a Barcelona történetének egyik legnagyobb játékosára. Pero ahora, señor embajadora, señor László Kubala, señora Imapuch, señoras y señores, a los dos les recordamos como unos grandísimos jugadores. Méltán és minden magyar számára büszkeséget adó módon van szobra Kubala Lászlónak Barcelonában, Puskás Ferencnek Madridban. Los dos tienen una estatua, Puskás Ferenc en Madrid y Ladislao Kubala en Barcelona.
Valamikor mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a magyarok vitték el a futball üzenetét a világ sok tájára, és amikor olyan hatalmas sikereket ért el Spanyolország, mint a világbajnoki és Európa-bajnoki cím Vicente del Bosque vezetésével, akkor mindig egy picit azt gondoltuk, hogy ebbe a nagy magyar elődök, mesterek keze munkája is benne van. Los dos húngaros han llevado a la cima la fama del fútbol húngaro, pero cuando hablamos con Vicente del Bosque vemos que este trabajo todavía sigue adelante. Világ mára megfordult, most nekünk kell tanulnunk a spanyol futballtól. El mundo ha cambiado, ahora nosotros tenemos que aprender del fútbol español. De nézzék el a magyaroknak, hogyha néha a Barcelonának, néha a Real Madridnak szurkolnak, és nehezen tudnak dönteni. Por eso tienen que perdonarles a los húngaros, si a veces están en favor del Real Madrid y en otra ocasión en favor del Barça. Tenemos una difícil elección. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, señor Szőlősi. Köszönjük szépen a szavait, Szőlősi úr. Hölgyeim és uraim, most pedig bemutatunk egy 40 perces részt a Magyarok a Barszában, a Barszáért című filmből, melynek rendezője Kocsis Tibor. Többet tudhatunk meg Kubala figurájáról és az akkori fociról. Vagy a bolond cibor cseleit. Al director de la película, a Tibor Kocsis, most pedig kérem a film rendezőjét, hogy ossza meg velünk gondolatait a filmről, valamint beszéljen jövőbeni terveiről. Micsoda este ez a mai. Ez az én El Clásicóm, a Barca sztárjai a vásznon, és a Real Madrid sztárjai pedig itt a nézőtéren. Estamos ante un clásico porque están las estrellas del Barça en la pantalla y las estrellas del Real Madrid entre el público. Nagyon megtisztelő, hogy ma este ilyen rangos közönség előtt, és ráadásul ilyen kultikus helyen, a Caixa Fórumban láthattunk részleteket a Magyarok a Barcáért című filmünkből. Un gran honor para mí poder presentar fragmentos de mi película Húngaros por el Barça en este lugar tan maravilloso, un referente de la cultura como es Caixa Forum, ante un público tan prestigioso. Hemos visto solo fragmentos porque la película entera dura 86 minutos. Egy olyan filmrendező áll önök előtt, aki soha nem gondolta volna azt, hogy egyszer olyan filmet készít, amelyben focisták a főszereplők. Ante ustedes hay un director húngaro que nunca hubiera imaginado hacer una película protagonizada por futbolistas. 2008-ban egy amsterdami filmfesztiválon egy spanyol producer kollégám, miután megtudta, hogy magyar vagyok, könnyes szemmel egész éjszaka beszélt egy játékosról. En el 2008 en un festival de Amsterdam de cine coincidí con un productor español. Y cuando supo que yo era húngaro, me habló toda la noche de un jugador húngaro con lágrimas en sus ojos.
beszélt az ő példaképükről, az ő hősükről, egy magyar focistáról. Habló de su ídolo, de su héroe, de un futbolista húngaro. Akinek annyit köszönhet az FC Barcelona, és akit annyira imádnak a mai napig. Hablo de un futbolista húngaro, a quien le debe tanto el Fútbol Club Barcelona. Hablo con muchísima gratitud de la persona a quien adoran hasta hoy en día. Én, aki abban az időben nem sokat tudtam a fociról, és nem is nagyon érdekelt, nyomban rávágtam maga biztosan, hogy persze, hát Puskás. Yo que entonces no sabía mucho de fútbol, le contesté muy seguro. Claro, claro, está usted hablando de Puskás. Erre úgy láttam, hogy annyira meglepődött és dühös lett, hogy hátra is lépett, azt hittem, hogy meg fog ütni. Entonces me di cuenta que se sorprendió muchísimo, incluso se enfadó, dio un paso atrás y pensé que me iba a pegar. Azt kérdezte, hogy ki beszél itt Puskásról? Hát én Kubala Lászlóról beszélek. Está hablando de Puskás. Yo estoy hablando de László Kubala. Akkor meg én lepődtem meg, hogy ki az a Kubala? Entonces el que se sorprendió fui yo. Pero ¿quién era Kubala? Hazaérkezve nyomban lázas kutató munkába kezdtünk, és akkor rádöbbentem, hogy életem egyik legcsodálatosabb, igaz történetére bukkantam. Al llegar a casa empecé a investigar inmediatamente y descubrí una de las historias reales más maravillosas de mi vida. Nekem Kubala története nem a fociról, hanem az emberi drámákról, a barátságról, a kitartásról, a küzdelemről, az álmok megvalósításáról szól, még a legnehezebb időkben is. Para mí la historia de Kubala no se trata sobre el fútbol, sino sobre los dramas humanos, sobre la constancia, la lucha y sobre la realización de los sueños, incluso en los tiempos más difíciles. Hihetetlen és felemelő volt számomra, hogy Puskás a Real Madrid egyik legkiválóbb csatára volt, és a Barca csatás sorát egyszer annak idején három magyar alkotta, Kocsis, Cibori és Kubala. Para mí era tan emocionante que Puskás era uno de los delanteros más excelentes del Real Madrid y que la línea de delanteros del Barça la formaron tres húngaros, Kubala, Kocsis y Cibor. Kubala életét már 8 éve kutatjuk, de most érkezett el az idő, hogy nekifogjunk a Kubala filmnek. Ya llevamos 8 años investigando la vida de Kubala, y ahora llegó el tiempo para empezar la película de Kubala. Úgyhogy örömmel ünnepélyesen jelentem Bamester önöknek, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával elindult a nagy Kubala film fejlesztése. Entonces con gran alegría puedo anunciarles que con el apoyo del Fondo Cinematográfico Nacional de Hungría podemos empezar a rodar la película Kubala. Remélem, majd lesz idejük, alkalmuk egyszer a teljes Magyarok a Barcái filmet megnézni. Espero que tengan tiempo ver una vez la película entera Húngaros por el Barça. Mert akkor látni fogják, hogy rengeteg epizód, fontos epizód hiányzott abból a filmből, de ezek azért hiányoztak, mert eleve a Kubala filmbe akartuk ezeket beletenni. Entonces se dirán cuenta que hay muchos episodios que faltan de esta película. De la amistad entre Puskás, Di Stéfano y Kubala, que aposta no lo he incluido en esta película porque las quiero incluir en la película dedicada íntegramente a Kubala. Vagy például hiányzott a teljes Daucsik família bemutatása. Por ejemplo, falta la presentación de la familia Daucsik. Kérem önöket, hogy amennyiben lehetőségük van, segítsék majd, hogy a Kubala film létrejöjjön, és reméljük, annak is lesz majd Madridban egy szép bemutatója. Quisiera invitar a todos que ustedes sean los embajadores de esta película Kubala en la medida de sus posibilidades y ayuden para que esta película pueda realizarse y podamos celebrar su inauguración. És ahogy Kubala nem adta fel az álmait, úgy én sem adtam fel az álmaimat, és nem adom fel, hogy ez a Kubala film elkészülhessen. Como Kubala tampoco renunció a sus sueños, era muy tenaz, yo tampoco voy a rendirme y quiero que esta película vea la luz. Azt az álmom sem adom fel, hogy a Barca egykori és mai sztárjai mellett
a leendő Kubala film narrátorának szeretném felkérni Európa és az én kedvenc színészemet, Javier Bardemet. Tampoco renuncio a mi sueño para que junto a las estrellas de antaño y de ahora del Real Madrid y del Barça, el narrador de esta película sea uno de los mejores actores europeos y mundiales, Javier Bardem. Végezetül, megköszönve a figyelmüket, engedjék meg, hogy egy nagyon rövid ízelítőt bemutassunk a készülő Kubala filmből. Para terminar, permítanme que les proyectemos un aperitivo de esta nueva película que se está haciendo sobre Kubala. Nagyon köszönöm nagykövetasszonynak és a nagykövetségnek ezt a rendezvényt, a Kása Fórumnak. Örülök, hogy itt voltam, itt lehettünk, és hogy meghallgattak. Köszönöm a figyelmüket. Muchas gracias a la señora embajadora, a la embajada, a Kaixa Forum, para que hayamos podido estar aquí y nos han escuchado. Gracias. Calciatore Kubala. Io mi sono subito innamorato perché era un giovanottone alto, biondo. Fuerte y era guapo, pues tenía cualidades para ser artista, pero dice, no, yo artista en el campo, que es donde doy lo mejor de mí. Lo he vivido con él, he jugado con él, muchos años con él, tú también has jugado. Sí, sí. Él se hizo querer por todo el mundo enseguida, ¿eh? Fue una persona extraordinaria que se avino enseguida todo lo que fue catalán. Es que siempre de Pro Juan, ¿por qué la gente me quiere tanto a mí? Si yo soy un futbolista profesional. Fue la primera persona, digamos, que también hizo el campo de las Corts pequeño. Vinga, pues ves, y van a hacer la jugadeta. Mitja volta y pam. Cuando iba por la calle y veía un mendigo, si él llevaba el abrigo y hacía frío, se sacaba el abrigo, se lo ponía al mendigo. Venga. Tenías que estar apoyado encima de las barandas, cogido en las barandas para poder ver aquellos ídolos, como era Kubala. Este campo se tiene que llamar Kubala también, porque se hizo mayormente por él. Miután megtekinthettük ezt a rövid filmbemutatót, elkezdjük a kerekasztal beszélgetésünket. Meghívom az asztalunkhoz Imma Puig asszonyt, sportpszichológust, Vicente del Bosque, az előző spanyol szövetségi kapitány, Dunali Antal urat, a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnökét, illetve moderátorunkat, sportriportert Maria Carmen Izquierdot. Legyenek szívesek felfáradni a színpadra, és osszák meg velünk a Kubalával kapcsolatos emlékeiket, és mondják el nekünk, milyen volt akkoriban a futballvilága, és hasonlítsák össze a mai futballvilágával.
Nosotros en centro. Mi üljünk középre? Na jó, akkor legyen fiú-lány, fiú-lány a felállás, vagyis a leülés. Szép estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim. Fél órát fogunk itt vitázni, hogy lefárasszuk önöket. Nagyon intenzív volt mindenki, remélem, hogy nem fogjuk elszúrni az egészet. Köszönjük szépen, nagykövet asszony, a meghívást. Nagyon sok ilyen meghívást kaptam, volt, amikor ellenálltam, de amikor azt mondta, hogy Kubaláról lesz szó, akkor másfél pillanatig tartottam, még azt mondtam, hogy természetesen, hiszen volt olyan szerencsém, hogy megismerhettem személyesen Kubala Lászlót, nem csak őt, hanem barátom is volt. Egy kiváló személyiség volt, kiváló sportoló, és a legönzetlenebb, legodaadóbb ember volt, akit csak ismertem a világon. Én nagyon sok sportszemélyiséget ismertem meg a 20.-21. században, és amikor megkérdezik, hogy ki a kedvencem, akkor mindig benne van az első ötben. Tehát, hogyha Kubaláról fogunk beszélni, azt hiszem, hogy én vagyok a legkevésbé indikált személy. Én a moderáló leszek csak itt, hiszen imádtam őt. Úgyhogy légy szíves, fékezz meg te engem, viszont sokkal nyugodtabb vagy. Azt hiszem, nem tudnék én se többet elmondani arról, mint amit ott hallottunk, de azért kicsit hegyezzünk ki egy-két aspektust itt erről a csodálatos emberről. Ugye már nagyon-nagyon sok oldalról bemutatták nekünk, itt bemutatták az itt ülőket, Ima Pucs sportpszichológus. Nem fogom Vicente úrról azt mondani, hogy nem ismerem, nem mutatom be, mert már úgyis mindenki ismeri, tehát ugye szövetségi kapitányunk volt, világbajnok, Európa bajnok, sok mindent lehet róla tudni, és Dunai Antal úr, aki nagyon-nagyon híres magyar játékos volt, kétszeres olimpiai bajnok, és Spanyolországban a Murcia edzőjeként ismerhetjük őt, például a Betisnek az edzőjeként, tehát azt hiszem, hogy mindenki tud hozzátenni valamit Kubala László személyiségéhez. Vicente Bosquéval én egyidős vagyok egyébként, amikor ő 57-ben kezdett, 56-ban, még 58-ban közvetítették az első meccset, és azelőtt csak egy-két riportot hallgathattunk meg Kubala Lászlóról, de mint szövetségi kapitány nagyon sok mindent el tud még mondani Kubaláról ebben a beszélgetésben. Akkor kezdjük Immával, aki sportpszichológus, és olvastam az önéletrajzodban, hogy olyan egy magyar módszert alkalmazol a munkád során, ugye? Mert te nem ismerted Kubalát, ugye? Személyesen. Nem, én nem ismertem őt személyesen, de ott voltam a stadionban, amikor megnyitották, és elmondhatom, hogy láttam Kubalát játszani, nem nagyon emlékszem rá, de én hallottam játszani Kubalát, és inkább ezt azért mondom, mert kiskorom óta elhordtak futballmeccsekre engem a szüleim. Ugye egyszer az egyik szülőm ölében ültem, a másodszor a másikban, és én mindig csak előttem ülő úrnak vagy személynek a hátát láttam, tehát nem nagyon láttam a mérkőzést, de hallottam, most jön Kubala, stb. Kubala. Tehát ugye persze így magyarázták nekem, hogy egyszer csak kérdeztem, hogy mi az a Kubala, mert én hallottam Kubala, de nem láttam semmit. Tehát aztán megtudtam, hogy ez nem egy dolog, hanem egy személy. Tehát amikor azt láttam, hogy Kubala, gól, tehát csak amikor azt láttam, hogy Kubala, akkor mindig tudtam, hogy a gól szó fog utána következni. Úgyhogy ha hallottam, hogy Kubala, akkor elkezdtem kiabálni, hogy gól saját magamtól, és akkor rögtön gól lett. Tehát gyakorlatilag elkezdtek arról beszélni, hogy van egy kislány, az a kis szőke, leányzó, aki nagyon sokat tud a fociról, mert előbb látta a gólt, mint belőtte volna Kubala. De igazából nem is
látott semmit, csak az előtte ülnek a hátát. Tehát annyit hallottam Kubaláról, és annyiszor hallottam a nevét, hogy lehet, hogy ezért is dolgozom 35 éve profi sportolókkal, lehet, hogy ezért is használok egy olyan módszert, amit egy Michael Balt, egy magyar pszichológus talált, aki ezt a módszert, és azt hiszem, hogy azért is tudok profi sportolókkal dolgozni, mert nagyon-nagyon tisztelem őket, mint ahogy délben is beszéltünk erről, amikor kiskoromban hallottam néha, mert ugye most már együtt vonul ki a csapat, de amikor kicsi voltam, akkor még a meghívott csapat vonult ki először, és utána pedig a helyi csapat, és én amikor kiskoromban láttam, hogy a vendégcsapat kijött, akkor kérdeztem, hogy miért kiabálnak annyira, és azt mondták a szüleim, hogy hát azért, mert ezek a látogatók, a vendégek hívottak, és nekem mindig azt tanították, hogy viszont én ne kiabáljak soha. Tehát nagy tiszteletet neveltek belém. Jó, később beszélünk majd még erről. Most Vicentére térünk. Vicente, te, mint szövetségi kapitány, biztos, hogy nagyon jól ismertél, nem ismerted őt, nem tudom, hogy mit tudnál elmondani róla. Nagyon röviden tudnék csak róla beszélni. Az utolsó években néha ellátogattam a válogatotthoz, a 80-as Eurókupa idején járunk. Három gondolatom volt Kubaláról. Az első, hogy született vezető, aztán ugye ma is sokat beszélünk a vezetésről, a vezető személyiségről. Tehát az ő esetében ez egy ilyen lágy vezér egyéniség volt. Nagyon kedves volt, sose haragudott, meg mindig kedves volt, nagyon szenvedélyes volt ugyanakkor, és nagyon jól tette a dolgát, nagyon jól tudta befolyásolni a játékosokat. Tehát a Laci példaként szolgált mindenki számára, akik utána jöttünk. Tehát nagyon jó példás vezető volt, példás vezető személyiség volt. A viselkedése nagyon példaszerű volt. Tehát mindig példát mutatott, hogy mennyire fontos, hogy például az öltözőben is jó legyen a hangulat. Tehát az együttélést is nagyon jól tanította. Azt hiszem, hogy ő vonzott be minket ebbe a világba a személyiségével. Tehát mindig ugye a labdával volt elfoglalva egész nap. Én ugye nem tudom már ezt megtenni, de korábban, amikor lehetett, akkor megtettem. Amikor futottam, akkor is nagyon szerettem, hogyha egy labda ott volt velem. Nagyon szeretett ő is játszani a labdával, és nagyon nagy befolyása volt a játékosokra. Igen, és azt is elmondta Juan Luis, hogy nagyon befolyásolta a játékosokat. Tehát volt, hogy nem is akartak még a nemzeti válogatottba se átmenni a játékosok. Tehát ő nem is volt spanyol igazából, és mégis felélesztette a spanyol nemzeti válogatottat. Igen, így van. Tehát minden szempontból meg lehetett nézni ugye a csapatot, az öltöző szempontjából is, meg a... Igen, úgy tűnik, hogy sajnos nem jut el a tolmácsokhoz a spanyol szöveg néha. Igen, sokkal kevesebb volt akkoriban a meccs, mint mostanság. Igen, kevesebb volt a meccs, de...
De ott is ilyen két éves ciklusokban játszottunk, mint most. Tehát ő egy olyan ember volt, aki nagyon-nagyon jól képviselte a hazánkat annak ellenére, hogy nem volt spanyol. Tehát mindannyian egyetértünk abban, hogy Kubala egy olyan személyiség volt, aki nagyon nyitott zsebbel járt, és mindenkinek nagyon szívesen segített mindig. A fia elmondta az ebéd alkalmával, hogy volt egy másik technikusunk is, aki magyar volt, Emil nevű úr. Tehát nem tudjuk, hogy azt mondta Kubala, hogy tök mindegy, hogy hogyan mérjük a pénzt, az csak azért van, hogy az emberek boldogak legyen, a te pénzeddel akár. Tehát te annyira bőkezű volt, annyira önzetlen volt, hogy azt hiszem, hogy az önzetlenség, a bőkezűség az mindig jól jön, tehát ő soha nem az saját érdekét nézte, és mindig, amikor két apróságot szeretnék róla elmesélni. Tehát mindig kaptunk tőle egy sapkát minden évben, egy ilyen kis bársony sapkát, nem tudom, hogy honnan szedte, mindig rajta volt a dátum, és ez volt az első, a másik, amikor pedig a koncentráció után mindig kaptunk egy levelet, amiben mindig leírta mindenkinek a viselkedését, és értékelést írt rólunk. Tehát tiszta, jó ember volt, nagyon jó ember volt. Antal áttérünk, hogyan ismerte meg Kubalát. Szép délután, szép estét kívánok, nagykövet asszony Vicente úr, és minden futballszövetségi meghívottat szeretettel köszöntök. Nem fogok Kubaláról beszélni és a történetéről, hiszen most láttuk a filmet, Vicente elmondta a technikájáról a veteránok is, akik szóltak róla, elmondták, hogy milyen volt. Én játékosként ismertem meg, ugye 11 évig volt szövetségi kapitány. Én az Atlético Madriddal játszottunk magyar részről, nem az új pályán, hanem a régin még. Veszítettünk 1-0-ra, voltak nagyon nagy játékosok ott is, nagyon nagy nevek, Juanito, Santillana, stb. Úgyhogy veszítettünk 1-0-ra. Nagyon jó csapatunk volt egyébként nekünk is akkor, és azt hiszem, hogy mindenkinek megvolt a saját stílusa. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, amikor edzőként Spanyolországba kerültem, nagyon sokat segített nekem. Ugye Magyarországon akkoriban nem játszottunk olyan sokat, egy politikai szempontból nem volt olyan a helyzet, ugye Kubalának, Puskásnak és másoknak is távozniuk kellett, és akkor nem lehetett csak olyan könnyedén távozni az országból. A 70-es években ezüstcipős, bronzcipős játékos voltam, gólkirály, és több csapat is versengett értem, szerettek volna leigazolni, de sajnos nem lehetett elhagyni az országot olyan könnyen, ugye a politikai helyzet nem volt olyan, büntetés járt érte, stb. Ott van a családom, stb. De mit szeretnék ezzel mondani, hogy Kubaláról el kell mondani, hogy nagyon, nagyon becsületes ember volt, nagyon a Costa Braván sokat tartózkodott a nyaralójában, és mindenkinek hajlandó volt segíteni, mindenkinek, minden társának, barátjának, például ebéd után séta, ott volt egy kis út, volt egy kis baleset, és nagyon közel sétáltunk arra, és ő azt mondta, hogy te, ezek magyarok, magyarul beszélnek.
hogy magyarok, spanyolok ütköztek valószínűleg, és ugye a spanyolok nyilván hívni akarták a rendőrséget, nem tudták magukat megérteni, egymást megérteni, és akkor gyorsan oda mentünk, engem felismertek, mert néhány évvel fiatalabb voltam, és felismertek, és azt mondta Kubala, hogy itt segítenünk kell. Oda ment a spanyolok, és azt mondta, hogy uram, legyenek szívesek, ne hívják a rendőrséget, nem nagy dolog, tessék, itt van 50 pezeta. És elintéztük. És azt mondták, hogy nem, Kubala úr, dehogy is nem fogadhatom el, de aztán Kubala végül csak ráerőszakolta a pénzt. A magyar pedig azt mondta, hogy jó, persze, minden rendben lesz. Kérdezte Kubala, van pénzük benzére, van pénzük ételre? Zsebben nyúlt, és őket is ellátta. Tehát ez egy például egy ilyen példa. Nagyon sok mindent elmondhatnánk még róla. Tehát nagyon sokat segített, aki például elhagyhatta az országot, mint ahogy a fia is elmondta, állandóan tele volt magyarokkal a háza, tele volt menekültekkel. Tehát olyan ember volt, aki nagyon-nagyon szerette az életet, szerette a jó ételeket, a jó vörösborokat. Nem csak vörösbort, mindenféle bort nagyon szeretett, és imádott énekelni. Hihetetlen. Fizikailag pedig minden nap, amikor nála voltam, futni kellett, vagy 30 kilométert biciklizni, vagy teniszedni, hihetetlen volt. Hihetetlen erős volt, és mindig segített mindenkinek mindenben, pontosan ezért is. Mondtam azt, hogy nagyon sokat tanultam tőle, és 10 évig voltam különböző csapatok mellett Spanyolországban, és nagyon szeretek idejönni, meccsre járok, a válogatottat megnézem, sőt, remélem, hogy még lesz egy klasszikó meccs is. Na jó, ne is morfondírozunk ezen. Jó, Imma, tehát azt mondta Luis Juárez a filmben, hogy Kubala előfutára volt egy csomó mindennek. Ugye futballról beszélünk, egy gyors ember volt, nagyon ügyesen kezelte a labdát, nagyon, tehát forradalmasított egy csomó mindent. De azt hiszem, hogy szexszimbólum is volt ő valamilyen szempontból, hiszen a nők is elkezdtek meccsre járni ennek következtében. Most már a nők olyan bálványokká változtatták a nőket, amelyek azelőtt csak filmcsillagok voltak. De Kubala még ennek is előfutára volt valamilyen szempontból. Igen, azt hiszem, hogy több olyan filmet kéne készíteni, mint amit ma láttunk, hogy emberekként tekinthessünk a játékosokra, hiszen néha elfelejtjük, hogy emberekből áll a foci csapat, és hogy nem várhatjuk el tőlük azt, hogy nagyon sok edzővel is együtt dolgozom, hogy nem várhatunk el egy olyan normális viselkedést egy hihetetlen játékostól. Mert azt ugye láthattuk, hogy ő hogy viselkedett, hogyan élt, és ez gyakorlatilag az, hogy ő vezető személyiség, ez követőket eredményez. Tehát, hogyha van egy jó vezető, akkor az emberek mennek utána. A Kubala játszott a Barcelonában, mint már elmondtuk ezerszer, de lehet, hogy van, aki nem tudja, hogy majdnem a Real Madridhoz is átkerült. Ugye Laci elmondta, hogy talán a Madrid aggódott emiatt a helyzet miatt, hogy ugye a FIFA a játék jogát felfüggesztette, és hogy nem volt ez még rendezve. Úgyhogy a szankció miatt aggódtak. Tehát én hallottam tőle egyszer, hogy úgy volt, hogy Real Madridnál fog játszani. Fernando Dalfival szeretett volna, aki a sógora volt, de aztán végül nem került a Real Madridhoz. De te emlékszel erre? Igen, azt hiszem, legalábbis amit olvastam, Santiago Bernabeu
építésében, és igyekezett segíteni. Igyekeztek segíteni Pancsónak és Kubalának is. Tehát azért hihetetlen drámán mehettek keresztül ezek az emberek. Ugye elismert, csodált játékosok voltak, de ugyanakkor megnézzük ezeket az új felvételeket, ahol megpróbálnak lehet megoldást találni a szíriaiknak, például a bevándorlóknak a helyzetére, és ugyanakkor abban a helyzetben valami hasonlót élhettek át Európában. A referencia lehetett ez akkor is, tehát a foci világából próbáltak segíteni. Igen, Kubala nagyon nagy segítséget adott nekünk. Ő ugye elment Budapestről, megcsokolta az édesanyját, és elmenekült onnan. Ott hagyta éveken keresztül az édesanyját, nem mehetett haza, az édesanyja sem hagyhatta el Magyarországot, és a Real Madrid pedig Budapestre látogatott meccsre, és a találkozó előtti vacsorán ott volt a Santiago Bernabeu felelőseivel a soros miniszter, és a miniszter azt mondta a Santiago Bernabeunak, hogy ugye ő egy szem volt, nagyon szereti az anyját, és a beszédében kiemelte, hogy milyen fontos, hogy a Real Madrid ott van. Tehát így egy szószót követett, és azt mondta Bernabeu, hogy nekem is van egy nagyon jó barátom, aki nagyon szereti az anyját, de nem láthatja. És amikor kimondta, hogy ki az, akkor mondta, hogy persze, hogy ki Kubala, és ez hozzásegíthette a nagymamát, hogy meglátogassa az unokáit, tehát, hogy eljöhessen Spanyolországba. Tehát ugye azt mondta, hogy Kubala sapkákat ajándékozott a játékosoknak, meg az volt egy ezüstérem, amit szintén ajándékba adott. Ugye volt ez a, ezt a főutcán lehetett kapni ezt az érmét, és egy Kubala érme volt, egy Kubala képe volt rajta, és meggyőzte az anyját, hogy ez egy forgalomban levő érmény volt. Tehát egyébként nem nagyon érdekelte őt a pénz, de a Mamari Carmen ő maga beszélhetne itt nekünk koránkon keresztül Kubala életéről, mint láthatjátok, hiszen ismerte személyesen, nem véletlenül van itt nyilván, nagyon-nagyon közelről ismerte. Én, amikor elkezdtem az információt összeválogatni, tehát hihetetlen volt egy-egy évadban, még annak idején csak ketten-hárman jártunk el ezekre a találkozókra. Tehát akkoriban nem sok sportújságíró járt még ki a meccsekre. Tehát most azért egészen más a helyzet. Tehát ugye immár arról beszéltünk, hogy milyen nehézségeken mentek át ezek a játékosok, megszöktek a kommunizmus elől, a második világháború milyen hatással volt rájuk, hogy koncentrációs táborokba kerültek. Tehát itt tényleg pszichológusokra volt szükség. Valójában azt hiszem, hogy nem is vagyunk tudatában, hogy milyen sokan még a mai nap is milyen viszontagságokon mennek keresztül, csak azért, hogy valóban azzal foglalkozhassanak, amivel szeretnének. Ezért is mondtam, hogy nagyon sokszor nem is ismerjük a valódi hátterüket, a valódi történetüket, mert ugye mi csak a fényt látjuk. Én viszont a munkám során nagyon sok árnyékot is látok. Egy nagyon nehéz életeket látok, nagyon nagy munka áll mögöttük, és példaként is szolgálhatnak. Antal, te érezted Kubala népszerűségét, végülis ő volt, aki három válogatottban is játszott, Magyarország, Csehszlovákia és Spanyolország részéről is. Ugye nagyon-nagyon népszerű volt ő Magyarországon. Igen, három országban játszani válogatottként. Nem tudom, hogy van-e még ilyen
ember a világon. Voltak, azt hiszem, vannak még, de biztos a baráti körében, nem tudom. De a legfontosabb az, hogy nekem is egyébként igazából egy kérdésem merül fel Vicente felé, hiszen a magyaroknál, Magyarországon nincsenek most ilyen nagy játékosok, jelenleg valami van, hiszen azért nekünk ott voltak az 50-es évek, akár a 70-es évekig beszélhetünk, nyertünk egy-két kupát, a Ferencváros, az Újpest Dózsa, az én csapatom. 3-4 csapatot kivertünk, Angliát, Portugáliát, stb. Tehát a kérdésem az, hogy ezek a nagy játékosok, ezek, aztán beszélhetünk Maradonáról, Peléről, Messiről, Ronaldonról, nagyon sok másról is. Magyarországon mindig azt mondják, hogy nem tanultak meg rendesen játszani. Tehát én azt gondolom, hogy nem nagyon lehet ezt úgy tanulni, mint a rendes iskolában az ABC-t például, hanem egy nagyon jó edzőt kell, hogy legyen, és tehetség kell hozzá. Egy évvel ezelőtt Ronaldinho Magyarországon járt, és volt olyan szerencsém, hogy találkozhatna vele, és megkérdeztem tőle, hogy ezek a nagy játékosok, mint te, hogyan születnek? És ő azt mondta, hogy tehetség, és nagyon-nagyon sok munka fekszik benne. Igen, tehát én azt mondtam, hogy egyrészt tehetség, és aztán fel kell higítani ezt jó sok munkával. Tehát van, azért itt például mindenkinek van lehetősége jó pályákon játszani. Tehát Magyarországon is megvan ehhez minden, vannak akadémiák, vannak helyek. Tehát vannak olyan fiatalok, akik tehetségesek, de nem tudjuk, hogy változott az élet ahhoz képest, mint amikor mi fiatalok voltunk, nagyon szerettünk játszani. Most 14 éves korukig jó, és aztán vagy leállnak. Nem tudom, hogy sok az internet, vagy sok a modernség, nem tudom, itt Magyarországon, vagy Spanyolországon is ez van, Európában is, vagy Németországban, nem tudom. Tehát nem tudom, hogy itt mi a baj, mi a gond. De azt hiszem, hogy sokkal jobban dolgoztak a technikán akkoriban, mert technikásnak kell lenned, meg kell ismerned a technikát, sok időt kell töltened ezzel. A technika alapvető, hogyha bármit játszol, meg kell tanulnod, hogy hogyan játszák. Tehát ennek az eszközét kell megtanulnod. Tudnod kell, hogy kezeld a labdát. Ott van egy fal, ott van a tér, és lehet pattogtatni, lehet rugdosni a labdát. Most már azért nehezebb ez. Nem, jó, ez nem azt jelenti, hogy rosszabbak ettől a játékosok, de nincs már meg ez a hagyomány. Igen, de őszinte, ha ez a futball... Ugye a világon a futball a leghíresebb, vagy legnépszerűbb játék. Hogyha engem felismernek, mert mondjuk híres vagyok, és még jól is fizetnek, akkor nincs más dolgom. Tehát, hogyha 10 évig játszom, tehát a Laci nem akart visszavonulni, a legtöbb nagyjátékos nem is akar visszavonulni, hiszen ő ugye edző volt, és aztán újra elkezdett játszani. Igen, de én is szeretek játszani, akkor is, ha nem fizetnek érte. Akkor is hogyha nem fizetnének érte, akkor is. Tehát azt hiszem, hogy manapság a fiatalok ezt nem így fogják fel. Tehát, hogyha ő orvos akar lenni, akkor egyetemre kell járni. De a foci manapság az egész világon, ugye az én időmben ugye játszottunk az afrikaiakkal, Nigériában, stb. Tehát ugye Magyarországon ugye januárban, februárban Afrikába járunk focizni, mert nálunk túl hideg van. Úgyhogy elmegyünk Afrikába focizni, és szuper, nagyon jó, mert ott meleg van. Tehát ugye beszéltünk a tegnapról, meg a máról, Vicente, te, aki átélted Kubala korát is, először mint játékos, aztán mint szövetségi kapitány. Mi vajon a különbség a két kor között?
Bueno, posiblemente el eco que tenga igen, y la repercusión mediática. Hogy egy a médiákban milyen, milyen nagy mértékben tükröződik, de tulajdonképpen az edző régen is, és még most is két területen kell jól működnie. Egyrészt az emberi kapcsolatokat jól kell kezelni az öltözőben, hogy az interpersonális kapcsolatoknak jó kell lenni, és a másik dolog, a másik feladata pedig megadni az összes egy harmonikus együttes csapatot képítsen, akik jól tudjon játszani, de régen is, hát ez az alapvető. Most ezek a vannak ilyen 4 órás programok vannak, ami az országnak is ártalmas, mert mindenki véleményt mond, mindenki kritizál, mindenki. Régen minden sokkal családiasabb volt szűk körben. Most egy egész ország véleményt mond mindenkiről. Magyarországon is manapság. Bocsánat, én vagyok a moderátor, el fogom venni tőled a szót, csak egy perced van. Magyarországon most azt mondják, hogy nincsen mentalitásunk, nincsen játékos mentalitásuknak, az első osztályú játékosoknak, nem voltak eléggé felkészültve, mentálisan nem voltak elég jól felkészülve a világbajnokságra. Én ismertem az én határaimat, hogy mit kell tudni, és a lehető legjobban próbáltam megcsinálni. Ez a elméleti felkészülés, nem? Imma nem ezt mondja. Sokszor rosszul használjuk a szavakat. Amikor te a mentális felkészülésről beszélsz, akkor azt hiszem a motivációról van szó. A régen egyetlen egy tévécsatorna volt, az embereknek nem volt túl sok lehetősége a szórakozásra, akkor csak a foci volt. Most túl sokkal nagyobb lehetősége van a közönségnek, hogy más csináljon. És minden nagyon megoszlik, túl sok információ ér mindenkit. De meg kell lenni ennek a vágynak, hogy jól játszon. Én is, amikor arról beszéltünk, hogy milyen volt régen és most, ez az anyaggal is kapcsolatban van. Hát milyenek voltak régen a labdák? Láttuk a filmen. Milyenek voltak a foci cipők? Ezek a szöges cipők milyenek voltak? A mez teljesen megváltozott. Régen, mikor izzadtak, meg megszívták magukat vízzel, és iszonyú nehezek voltak a trikók. És most sokkal nagyobb, sokkal több segítségük van, a fizikai felkészülés, az edzések, a sokkal, sokkal nagyszerűbb, sokkal jobb minőségű. És hogy kell bánni a médiával, a reklámmal, mert nagyon sokszor rengeteg időt elvesz tőlük, mindenki reklámoz, ezek a szupersztárok, focisztárok nagyon sok reklámot csinálnak. Most már nem kell elmenni a stadionba, hogy megnézzük a focista, a sztárokat, hanem a tévében is állandóan őket látjuk reklámban vagy műsorokban. Egyrészt bizonyos tekintetben könnyebb a dolguk, másrészt meg sokkal nehezebb is. Beszéltünk arról, hogy ez a híres Katalinski gól, attól nem került be Spanyolország a döntőbe, és mégis megtartották, mint a nemzeti, a spanyol válogatottnak a vezetőjét. Mert ez manapság, ez elképzelhetetlen. Itt biztos, hogy elbocsájtották volna a mostani időkben.
Ja, de a spanyol futball általában sokat javult, a klubok szintjén sokat változott, és tényleg első osztályú focistáink vannak, a fociban élvonalban járunk a világon, de az is biztos, hogy a Kubalát nem kérdőjelezték meg, hiába nem kerültek be a döntőbe. Nagyon szerették, és tudta, nagyon, nagyon jól bánt az emberekkel, mindenkit. Ez volt a híres mondat, az volt, hogy a szép fiúknak csak akarni kell, és akkor mindent elérnek. Ez volt a híres mondata. Én azt hiszem, hogy most már, hogyha a nagykövet nem mond mást, akkor úgy szerintem most már lezárjuk ezt a beszélgetést, és mindenki zárja le egy mondattal ezt a megemlékelőzést a Kubala emlékére. Én azt mondanám, hogy bárcsak a jövőbeni generációk továbbra is beszélni tudjanak olyan játékosokról, mint Kubala. Én csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon régen játszott, de még most is teljesen aktuális, és a mai fociban is teljesen értékes, amit csinált. Tehát nagyon a fizikai focira nagyon nagy jelentőséget tulajdonított. Antal, mindent elmondtunk már. Jól kell játszani, jó eredményeket kell elérni. Spanyolország ott lesz a világbajnokságon. Reméljük, hogy megint nyerni fog. A lényeg az, hogy a futball az a foci. A focit mindenki érti. Na akkor meg betartottuk a kiszabott időt, és mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Señoras Puig e Izquierdo, don Vicente y señor Dunay, muchas gracias por Inma esta Puig, charla tan interesante. Vicente del Bosque, Mari Carmen és Dunay Antal, nagyon szépen köszönjük ezt az érdekes beszélgetést. Elérkeztünk ennek a megemlékezésnek a végére, és nagyon szépen köszönöm a kerekasztal résztvevőinek. Hogy befejezésképpen mindenkit meghívunk egy magyar borra, és a távozáskor a vitrinek mellett kapni fognak egy ajándék csomagot, és ebben a vitrinben a Puskás Ferenc Alapítvány jó voltából emléktárgyakat láthatunk Kubaláról. Köszönöm a figyelmet!